Sziasztok! Ez itt a Nőklapja Konyha mindenből a legjobb sorozata. Én Balázs Barbi vagyok, és ma túrógombócot fogunk készíteni. Talán nincs is olyan ember, aki ne szeretné a túrógombócot. Ezen nincs is mit csodálkozni, hiszen egyszerre édes, egy picit krémes, a citromhéjától és a túrótól enyhén savanykás, nagyon-nagyon finom, otthonos ízű desszertről van szó. Először a túrót teszem bele a keverőtálomba. Fontos, hogy krémes túrót válasszunk, tehát figyeljünk, hogy ne a rögös, szárazabb típusú túró legyen, hanem inkább egy zsírosabb, amit a gombóchoz felhasználunk. A túró után jöhet a búzadara, aztán a só, majd a cukor. Ekkor kerül hozzá a tojás és a reszelt citromhéj. A citromhéjnál arra kell ügyelni, hogy kezeletlen citromot válasszunk, mert annak a héját bátran belereszelhetjük a gombócunkba. Amikor minden összetevő a tálban, akkor összekeverem, összedolgozom a keveréket, és hogyha mindenhol egyenletesen összekeveredett, akkor egy órára körülbelül a hűtőbe teszem pihenni. Miután egy órát pihent a keverékünk, nedves vagy olajos kézzel kisebb gombócokat formázunk belőle. Amikor megformáztam a gombócokat, forró, de nem lobogó vízbe engedem őket, és megvárom, míg megfőnek. Miután a gombócok feljöttek a víz felszínére, további 5 percig főzöm őket, ezután elzárom alattuk a lángot, és a gombócot hideg vízbe szedem át. Miután a gombócokat megfőztem, egy serpenyőben egy kis vajat olvasztok, és azon megpirítom a prézlit, ebben fogom majd a gombócokat meghempergetni. Fel is készült a túrógombóc, amit cukros tejföllel fogok tálalni. Így készítem a túrógombócot, próbáljátok ki ti is, és tartsatok velünk a videósorozat következő részében is. Most pedig kóstoljuk meg!